Több mint 9 milliárd forintot követelnek a Reálbank károsultjai. Egyik képviselőjük, Kubicsek Sándor indította a legújabb próbapert. Négy alperesünk van, a maga a Reálbank, a Reál foglalkozó Reálbankra és a két kötvény kibocsátó. Megidésünk szerint a bankot és a brókert, nem akarok prejudikálni, de egyetemes felelősség terheli a kötvények visszaváltása tekintetében, hiszen a, úgy a kötvényeken, mint a kötvénykibocsátási tájékoztatókon vállalták mindenféle kötelezettség, illetve feltétel nélkül a kötvények visszavásárlását. A Reálbank ellen viszont elindították a felszámolási eljárást. Nem mindegy tehát, hogy a kötvények tulajdonosai milyen jogcímen keresik igazukat. Korábban fizetési, most pedig károkozás címén fordultak bírósághoz. A károsultak képviselője kijelentette, egyetlen banktulajdonos sem teheti meg, hogy jogi kiskapukat kihasználva utasítsa arra a bankot, ne fizesse ki ügyfeleit. Kubicsek Sándor szerint egy pénzintézetnek mindaddig fizetnie kell, amíg pénzügyileg képes erre. Ennek kikényszerítése pedig a károsultak szerint az állami pénz- és tőkepiaci felügyelet kötelessége. A per december 15-én folytatódik. Tragédiáról szereztem tudomást, a legfrissebb, ami az elmúlt napokban történt, hogy egy fiatal hölgy, aki egyedül neveli a kislányát, hát megtudta most, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, tulajdonképpen hetek vannak hátra az életéből. Szinte könyörögve kért, hogy segítsek neki az ügyben, hogy a kötvényeit akármilyen árfolyamon, tehát a minimál árfolyam is, de értékesíteni tudja, mert ő még az életében szeretné a saját temetését rendezni. A felsőbb bíróság már jogerősen megállapította, hogy a kötvénytulajdonosok igenis ügyfelei voltak a Reálbanknak, a kötvénytulajdonosokat kár érte 1998. július 14-én, amikor ugye köztudottan az állami pénz- és tőkepiaci felügyelet megtiltotta a kötvények bank által történő visszaváltását. Ugyanakkor rögzített ez a legfelsőbb bírósági jogerős végzés azt is, hogy a Reálbank és a hozzá kapcsolódó reálcégek bankcsoportként működtek, és ezért a bankcsoporti tevékenységéért magának a banknak kellett volna vállalnia a felelősséget. A Reálbank felszámolója nem vállalta a nyilatkozatot. 98. szeptember 4-én volt a bank közgyűlése, rendkívüli közgyűlése, amit az állami pénz- és tőkepiaci felület rendelt el. Ezen a közgyűlésen kellett határozni a tőkeleszállításról, illetve a bank újabb tulajdonosáról. Ami különösebben az egész ügyben az, hogy szeptember 2-án, két nappal, tehát a közgyűlést megelőzően, az Országos Betétbiztosítási Alap 3x50 millió forint úgynevezett szavazat elsőbségi részvényt, ami összességében ugye 150 millió forint, 1,5 millió forintért megvásárolt. Ez azért különös, mert ezt a tőkeleszállítási árfolyamot csak két nappal később ezen a közgyűlésen szavazta meg, illetve hagyták jóvá. Az a kérdésekre. Egyébként még azt is nagyon furcsáljuk, hogy az állami pénz- és tőkepiaci felügyelet különböző határozatokat bocsátott ki a szeptemberi közgyűlés megelőzően. Ezek a határozatok ugye növekvő sorszámmal jöttek ki, és nagyon érdekes, hogy az egyel magasabb sorszámú határozat az két nappal megelőzi az egyen alacsonyabb sorszámú határozatot. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem az állami költségvetés terhére kívánjuk ezt a problémát megoldani, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez a költségvetés erre nem képes, de nem is lenne célszerű, hanem mi gyakorlatilag az állami pénz- és tőkepiaci felügyelet, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap által jogtalanul a bankban visszatartott pénzünket követeljük vissza.